Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A bicikli. Egy nyári napon a postagalamb csomagot hozott Bogyónak és Babócának. Jókora csomag volt, szép piros papírban, kék szalaggal átkötve. Levél is tartozott hozzá. Babóca elolvasta a papírtekercset. A százlábú írta! Hurrá! Hamarosan meglátogat minket! Ezt az ajándékot pedig nekünk küldi. Nekünk? Kérdezte Bogyó. Hogy nekünk? Neked vagy nekem? A levélben az áll, hogy nekünk. Biztosan közös ajándék. Még hogy közös, mérgelődött Bogyó. Biztosan nekem szánta, mert én találtam rá karácsonykor a hóban. De én fogadtam be a házikomba. Én gyógyítottam meg. Én főztem neki teát. Vágta rá Babóca. De én olvastam neki mesét a kukacos mesekönyvből, folytatta Bogyó. A piros csomagoló papír nem bírta sokáig. Hamarosan elszakadt az egyik vége is, meg a másik is. A papír alól pedig kerekek bukkantak elő. Egy bicikli, kiáltott Bogyó. Éppen jó lesz nekem. Nekem lesz éppen jó, közölte Babóca. Jól van, vidd magaddal a biciklit, ha annyira akarod. Okos enged, szamár szenved. Én vagyok az okos, te vagy a szamár. Bogyó nem hagyta magát. Nem ér, én vagyok az okos, te vagy a szamár. Vidd el te a biciklit. Végül egyikük sem vitte el. Duzzogva elvonultak, és a félig kicsomagolt biciklit ott hagyták a réten. Hamarosan arra jött Baltazár a méhecske, és Pihe a lepke kislány. Nézd csak, mi ez? Egy bicikli? Kérdezte Baltazár. Igen, az, válaszolta Pihe. Levél is van hozzá, Bogyónak és Babócának, a százlábútól. Toljuk el nekik, javasolta Baltazár. Megfogták, és ekkor az összes csomagolópapír lehullott az ajándékról. Nagyot nevettek. Nézd, ez egy tandem bicikli. Ketten ülhetnek rajta. Próbáljuk ki, mondta Baltazár. Ha-ho, Bogyó, ha-ho, Babóca, meghoztuk a bicikliteket, ott hagytátok a réten, kiáltozott Pihe. Bogyó és Babóca előugrottak, a homlokukra csaptak, hiszen ez egy tandem bicikli, ketten is ráférünk. Mi pedig mekkorát civakodtunk rajta. Nyomban kibékültek, és összeölelkeztek örömükben. Micsoda szép ajándék! Mi pedig a nagy veszekedésben nem is készítettünk semmit a százlábúnak, pedig mindjárt itt lesz, mondta riadtan Bogyó. Készítsünk a százlábúnak egy szép, színes szélforgót virágszirmokból, javasolta Pihe. Igen! Nagyon jó ötlet! Helyeselt Bogyó és Babóca. A négy jó barát piros, lila, fehér, sárga és rózsaszín virágszirmokból szélforgót fabrikált. Ebben a pillanatban megérkezett egérfogatán a százlábú. A kisegér megállt a réten, és a százlábú kiszállt a dióhéjhintóból. Boldogan összeülelkezett Bogyóval és Babócával. Látom, megkaptátok az ajándékomat. Remélem, tetszik. Gyönyörű ajándék, nagyon örülünk neki, mondta Bogyó és Babóca. Mi pedig együtt készítettük neked ezt a szélforgót. A százlábú 10 napig maradt vendégségben Bogyónál és Babócánál. Nagyokat kirándultak együtt az új biciklin, beszélgettek, énekeltek, játszottak, remekül érezték magukat. A vidám napok hamar elszaladtak. Ideje, hogy elinduljak hazafelé. Nagyon jól éreztem magam nálatok, mondta a százlábú. Gyere el jövő nyáron is, mondta egyszerre Bogyó és Babóca.